Köszöntöm nézőinket! A Soproni Televízió csütörtöki híradóját látják. Nézzük kiemelt híreinket röviden. Megye önkéntese díj. Dr. Varga Mária munkáját a környezetvédelem kategóriában ismerték el. Komoly zene, három fellépéssel színesíti a Barlang Színház programját a Győri Filharmonikus Zenekar. Adomány, a kórház új bútorokat kapott, a Rotary pedig a túrázókat fogja segíteni. Továbbra sem csökkent az influenza-szerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ szerdán közzétett jelentésében. A múlt héten országosan már közel 40 ezer ember látogatott el házi orvosokhoz a fertőzés miatt. A betegség legnagyobb számban továbbra is a 14 éves vagy annál fiatalabb gyermekeket érinti. A folyamatos laboratóriumi vizsgálatok az influenza A vírust igazolták a beküldött minták többségében, írta jelentésében a központ. A vírus terjedése miatt az ország mind a 19 megyéjében és a budapesti kórházakban is részleges vagy teljes látogatási tilalmak vannak érvényben. Így a Soproni Gyógyközpontban is érvényben marad továbbra is a látogatás korlátozása. A megye önkéntese díjjal ismerték el dr. Varga Mária növényvédelmi szaktanácsadó munkáját. A kitüntetésre a pályázatot a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat önkéntes háza és a megyei önkormányzat közösen hirdette meg. A díj jelöltjeire javaslatot tehettek a megyében működő szervezetek, intézmények és önkormányzatok. A javaslatokat három tagból álló bizottság bírálta el. Dr. Varga Máriát a környezetvédelem kategóriában díjazták, méltatásában kiemelték, egész évben fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy Sopron szebb, virágosabb és élhetőbb legyen. Népszerű és nagyszabású koncertekkel készül a Győri Filharmonikus Zenekar az idei nyárra. A Nemzeti Együttest a közönség háromszor is láthatja Fertő Rákoson, ahol a szinte mindenki számára ismert klasszikusok mellett filmzenéket is megszólaltatnak. A sorozatban budapesti és soproni kórusok is helyet kapnak. A bérletről csütörtökön tartottak sajtótájékoztatót a Liszt központban. A Győri Filharmonikus Zenekar 2020 nyarán újraindítja a népszerű soproni kék frankos hangverseny bérletét. Az együttes a Fertő Rákosi Barlang Színházban három alkalommal lesz látható. A zenekar már jól ismert vendég Sopronban, most a nyári turnéval segít a hagyományok megőrzésében is. Nekünk azért fontos a kék frankos program, mert egyrészt van múltja, tehát Sopron életében ennek már volt nyoma, és mindenfajta tradíciót, amit fel lehet éleszteni, újra lehet éleszteni, az számunkra tulajdonképpen már csak hagyománytiszteletből is fontos. De ami ennél még fontosabb, az talán az az elem, hogy Sopronváros zenés-kulturális életének rendkívüli gazdagsága indokoltá teszi, hogy magas színvonalú együtteseket is köszönteni tudjunk a városban, a város kulturális vérkeringésében. Ilyen módon a Győri Filharmonikus Zenekar a soproni zenés életnek nyilván szerves része, hiszen a Liszt központban zajló komoly zenei bérletek egy részét ők adják. Ez hosszú évek óta már így van, és nagy megelégedettségünkre szolgál ez az együttműködés. Június 13-án Karl Orff Carmina Burana című kultikus művével indul a nyári koncertsorozat. Ezen az estén több mint 150-en lépnek majd a színpadra. Augusztus 1-én a világhírű John Williams híres filmzenéjét szólaltatják meg. Búcsúzóul pedig Bogányi Gergely lép fel, aki Liszt Ferenc Ez-dur zongora versenyét adja elő szeptember 5-én. Népszerű zenéket válogattunk. Egyrészt a barlangszínház befogadó képesség az meglehetősen nagy, és nagyon szeretnénk, hogyha mint három este telt ház lenne. Tehát nagyon sok embert szólítunk meg ezzel a program kínálattal, és mivel egy nonverbális műfajt képviselünk, ezért várjuk a külföldieket is. Egyrészt a Sopronban tartózkodó turistákat, másrészt pedig az osztrák zenebarátokat is várjuk nagy szeretettel ezekre a koncertekre. És még egy nagyon fontos dolog miatt is populáris műveket illesztettünk ebbe a három koncertes bérletsorozatba, hiszen nagyon szeretnénk, hogyha a soproni közönségünk is megfiatalodna, illetve mostani közönségünk mellett kifejezetten a fiatalokat is várunk majd a Liszt Ferenc bérletbe. A program nem csak a közönséget, hanem a város kulturális kínálatát is szeretné sokszínűbbé tenni. A nemzeti besorolású zenekar ebben sokat tud segíteni Sopron környékén. A kulturális kormányzat elvárása, hogy Győrön kívül is
produkciókkal részesítse az ország egyéb területein élőket, így aztán mi ennek Sopronban a hasznát élvezzük, hiszen Sopron közel fekszik Győrhöz, és a zenekar így könnyen ide tud jönni. Nagy örömünkre szolgálnak, hogy eljönnek Sopronba, és az idei esztendőben nem csak itt a Liszt központban lépnek fel, hanem kimozdulnak a Barlangszínházban is. Nagyon fontos és kiemelkedő szempont a továbbiakban is, hogy Sopronban a kulturális sokszínűséget fenntartsuk. Az idejéves önkormányzati költségvetés is komoly erőfeszítéseket tesz ebben az irányban, hogy a családi programok, a szabadtéri programok, a Barlangszínház programjai, a színházi programok és a Liszt Ferenc Konferenciás Kulturális Központban elérhető kulturális programok is sokszínűek legyenek, és hogy a legkényesebb és jó ízlésű soproni igényeket is ki tudják szolgálni. A szombat esti kékfrankos koncertekre a borászokat is meginvitálták. A tervek szerint így minden előadás alkalmával más-más helyi borász készül majd borkóstolóval egy-egy estére. A komoly zenei előadásokkal kapcsolatban további részleteket tudhatnak meg híradónk után kezdődő Mozaik című műsorunkval. Az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos adatai szerint vasárnap este új hőmérsékleti csúcsot mértek Sopronban. Igaz, csak egyetlen 10 fokkal dőlt meg az 1990-es maximális hőmérsékleti rekord, de az így mért 21,1 Celsius fokos érték is kimagasló. Az eset érdekessége, hogy a legmelegebb értékeket az esti órákban mérték. Ennek oka az Alpok felől érkező úgynevezett főnszél, amely a hegyen átbukva megszabadul a nedvesség tartalmától, így száraz, egyre melegedő légmozgásként halad tovább. Nagyjából 1 millió forint volt a Rotary Klub Sopron idei jótékonysági báljának bevétele. A példás összefogásnak köszönhetően összegyűlt összeget életmentő készülékek vásárlására fordítja a szervezet. A megvásárolni kívánt defibrillátorokat a Fertőtó körüli kerékpárút egy-egy állomásán kívánják elhelyezni, ezzel is növelve a népszerű turista út biztonságát. A bál szervezői kiemelték, a jótékonysági esemény a hangulatot, a felajánlásokat és a befolyt összeget illetően is minden elképzelést felülmúlóan jóra sikeredett. Igazi megtiszteltetésnek érzik azt is, hogy 188 vendég választotta az általuk szervezett eseményt. Érdekesség még az, hogy az üzleti eredménye is nagyon-nagyon kecsegtető lett a bálnak. A bál végleges eredménye közel 1 millió forint plusz, amit ugye készülékek, életmentő készülékek vásárlására fogunk tudni fordítani. A félautomata berendezések hirtelen szívmegállások esetén hatékonyan tudnak majd kezelni bizonyos ritmuszavarokat. Az elhelyezésük tekintetében több Sopron környéki helyszín is szóba került. Aktívak voltunk, és már el is kezdtük a beszerzési folyamatát a készülékeknek. Ezzel vagyunk most mi tárgyalásban egy importőr céggel. Több helyszín is szóba került már, előző műsorban is említettük, hogy szeretnénk a Borvidék turisztikailag kiemelt területeit, mind az aktív turisták, mind a buszos turisták által látogatott területekre telepíteni a készüléket, de szeretném ugyanezen a szinten és nem ugyanezen sorba említeni az ott lakók biztonsága érdekében is. A Rotary Klub Sopron a befogadó helyeknél élő lakosságnak egészségnapok keretében kívánja megtanítani az eszközök használatát. A készülékek beszerzési folyamatát már el is kezdték. Az ehhez szükséges összeg gyűjtésében nagy segítséget nyújtott a szervezetnek 17 helyi étterem és 3 cukrászda is, amelyek közel 20-20 adaggal készültek a bárra. Az étel összértéke több mint 500 ezer forint volt. A klub szinte minden tagjának közbenjárására összegyűlt rengeteg tombolatárgy és szolgáltatás közel 3 millió forintos összértéke is rendkívüli. Mindemellett több helyi nagyvállalkozás is fő támogatóként állt a nemes küldetés mellé. Pelenkázó asztalokat adományozott a Soproni Gyógyközpont csecsemő és gyermekosztályának az IKEA Industry Sopron. A cég társadalmi szerepvállalásának részeként felajánlott hasznos és komfortos bútorok ünnepélyes átadóját szerdán tartották az intézménybe. A rendezvényen kiemelték, a következő gazdasági év tervezése során az IKEA Industry Sopron mindig kiemelt figyelmet fordít arra, hogy támogatni tudjon ilyen nemes ügyeket. Hogy egyébként ezeknél a terveknél lenni szokott, az élet közbeszól.
És előfordul az, hogy kapunk egy olyan megkeresést, amellyel kapcsolatban ugyan nem volt tervezve semmilyen társadalmi szerepvállalási program az adott évre, mégis úgy érezzük, hogy úgy tudunk segíteni, hogy annak hosszú távon legyen hozadéka. Ez történt ebben az esetben is. És a mögöttem látható pelenkázó asztalokat adományoztuk a kórház csecsemő és gyermekgyógyászati osztálya számára. Ez a gesztus egyébként pontosan illeszkedik az IKEA küldetésébe, amikor egy apró odafigyeléssel, egy kis segítséggel nagy változást tudunk elérni, és ezáltal szebb hétköznapokat teremteni az emberek többsége számára. Az intézmény rendkívül örül az adománynak, ugyanis a komfortos bútoroknak köszönhetően kiváló ütemben tudják folytatni a berendezések szükséges felújítását. Három iskola részvételével zajlott a 2020-as év Sulika Jégen versenye. A soproni jégpályán a hagyományokhoz híven több játékkal és vetélkedővel is várták a diákokat, valamint a jégkoronggal is megismerkedhettek az érdeklődők. Az iskolások korcsolyázási lehetősége ezzel nem szűnt meg. A jégpálya természetesen ezek után is minden iskolás csoport előtt továbbra is nyitva áll. Idén is sikerrel rendezték meg a soproni műjégpályán a Sulika Jégen elnevezésű programot. Az önkormányzat sportfelügyeleti csoportja és a Soproni Jégkorong Sportegyesület által szervezett rendezvény már hagyományosnak mondható. A Jégen a Hunyadi, a Gárdonyi és a Lakner iskola fiataljai mérhették össze tudásukat. A szerdai eseményen a diákok több feladatban is megmutathatták képességeiket. Két részből állt, az ügyességi versenyen sorverseny volt, tehát ott abban szerepelt szlalom, szerepelt benne hátrafele korcsolyázás, azért ez picit szűri a mezőny, szerepelt benne léceknek az átugrása, legugolás, labdafölvétel, tehát ilyen egy olyan kis évek alatt bevált programot raktunk össze, ami megmutatja, hogy tényleg itt azért, aki azt gondolja, hogy tud korizni, az meg tudja tényleg mutatni. És azok után jött ez a ringet verseny, amikor is három fő csapatok játszanak egymás ellen, egy ilyen gumigyűrűt ütve egy ütővel. Az egyéni képességek mellett így a csapatjátékban is bizonyíthattak a fiatalok. A jégkorong előszobájának is nevezett ringettet is szívesen próbálták ki a diákok. A szerdai rendezvényen az alsósok mellett az 5. osztályos tanulók voltak jelen a versenyen. A diákok után a felnőtteket is várják a jégen. Márciusban majd ők is bizonyíthatják rátermettségüket. Most megmutatjuk, milyen időjárás várható, majd érkezik a Mozaik, amelynek vendége Ősz Gábor, a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatóhelyettese lesz. Utána Szomszédvár című műsoron következik. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látták. Műsorainkat megtalálhatják a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Az utolsó hétköznapon is marad a most megszokott hideg időjárás a héten. Esőre nem, de erősödő szélre mindenképpen számítani kell. A derűség ellenére napközben maximum +6 fok valószínű, éjjel pedig visszatérhetnek a mínuszok is.